Üdvözöllek! A fénykép jellegű, illetve minden olyan jellegű kép, amely nem vektorgrafikus, tehát az ilyen jellegű képek átméretezése, a méretének a megnövelése, tehát a kiterjedése konkrétan. Annak a megnövelése általában nem annyira nagyon szerencsés, mert úgy tipikusan nem szokott olyan túl jó eredménnyel járni. Tehát konkrétan vagy zajos lesz, vagy elmosódik, elvesznek a részletek, és egyéb problémák léphetnek fel. Nyilván minden grafikus programban van lehetőség képek átméretezésére, és a méret csökkentése úgy nem szokott igazán problémát jelenteni, de a növelése már annál inkább. Ezzel még a jobb fajta grafikai programok is úgy megküzdenek. Ezért most egy ingyenes megoldást néznénk meg, amivel egészen jó minőségben tudunk átméretezni. Hát tulajdonképpen a Photoshop is hasonló kaliberű programok minőségét simán tudja hozni, sőt még akár annál jobbat is, igazából beállítás kérdése. Ezen a címen érhető el, ennek az a neve Reshade, le kellene tölteni, itt van a download. Én már ezt letöltöttem és fel is telepítettem. Telepítést most nem nézzük meg, mert annyira egyszerű, hogy igazából néhány klikkeléssel megoldható, és semmiféle különlegesség nincsen benne. Az első indulásnál rákérdez, hogy szeretnénk az automatikus frissítéseket engedélyezni. Hogyha szeretnéd, akkor ezt kell kiválasztanod, hanem akkor nyilván nem azt. És talán kaphatsz még egy kérdést, hogyha a Windows tűzfal engedélyezve van, hogy szeretnéd-e hozzáadni a kivételekhez. Tehát, hogy a Windows tűzfal engedélyezve a frissítéseket, hát nyilván ott is ezt kellene nyomni, és igazából ennyi a telepítés. Indítsuk akkor el, én most itt a Start menüből elindítom. Ezt akár itt a tálcán egyébként lehet rögzíteni, jobb megjel, hogyha rákattintunk, akkor rögzítést kiválasztva. Itt rögtön kapunk egy ilyen mintaképet, de most én nem ezt használnám, hanem itt a File Open-ben meg lehetne nyitni egy képet hagyományos módon, betallózva, vagy akár egy file kezelőből ezt át lehet húzni. Ez egy kisebb kép, de először talán is ezzel kezdjük, hanem egy nagyobb képpel. Ez egy nagyobb, de nem túl nagy méretű kép, kirakom teljes képernyőre. 410 pixel széles. Mindösszesen, hát ez egy elég kis méretű kép egyébként. De attól függetlenül viszonylag jó minőségű. És akkor ennek a méretét úgy lehet növelni, hát hogy vagy átírjuk itt a szélesség vagy a magasság értéket. Ez a két érték szinkronban van, beírom azt, hogy 400, és akkor átkattintok ebbe, vagy valahova máshova, akkor automatikusan kiszámítja a szélességet. De úgyis lehet a méretét ennek csökkenteni, vagy növelni, ha görgővel ráállunk, és elkezdjük mozgatni fel, vagy lelátható, hogy van egy 316%-os átméretezés, tehát háromszorosa ennek a méretnek jelenleg. Illetve itt a balegret lenyomva tartva ezt tudjuk mozgatni, és akkor itt a képnek, az átméretezett képnek egy másik részletét nézhetjük meg. De valójában itt is ugyanúgy meg tudjuk ezt tenni, tehát ezt is tudjuk így mozgatni. És hát alapbeállítások mellett ez így nézne ki. Itt van néhány érték, amit célszerű megnézni. Ez a zajmentesítés mértéke most ez nullánál, tehát nem végez zajmentesítést. Amikor zajos, akkor ilyen pöttyök jelenhetnek meg, meg ilyen egyéb furcsa dolgok, például a képtömörítésből adódó furcsaságok. Most ez így néz ki, meg lehet nézni, hogyha növeljük a zajcsökkentést, akkor hát igen, látható, hogy valami történt, de ilyen eléggé elmosott lett. Nem hiszem, hogy ezt nagyon kéne most ezt állítgatni. Látható, hogy jelenleg azért úgy viszonylag jó minőségben megoldotta. Aztán a következő, hát ezt nézzük meg a gyakorlatban, hát igen, így ki simítja a képet. De már annyira, hogy ez már olyan, mintha ilyen festmény lenne. Viszont ezzel ilyen zavaró részletleket el lehet tüntetni, amelyek az átméretezésből adódnak, de jelen esetben ez talán nem annyira nagyon szükséges, ez maradhat nullán. Aztán van az a textúra, ezzel tulajdonképpen, hát igen, látható is rögtön, a különféle részleteket lehet élesíteni, amelyek adott esetben elmosódnak. Csak azért ezt elég odafigyelve kell, mert ettől ilyen furcsa rajzolt jellegű hatást kap a kép. Mint hogyha körvonalak meg lennének rajzolva. Általában ezt nem nagyon célszerű, nagyon nagy értékre állítani. És van a pontosság, hogy minél jobban közelítsen az eredeti képhez. Ha most ezt teljesen lehúzom, hát olyan nagy különbség most jelen esetben mondjuk nincsen, de azért látszik, hogy egy kicsit a részletek azok talán úgy élesebbek.
És tulajdonképpen ezek az alapvető beállítások vannak, ezeknek a módosításával tudjuk finomítani az átméretezett képet. Nyilván minél nagyobb méretűre állítjuk át a képet, tehát minél jobban átméretezzük, annál rosszabb lesz a minősége. Hát most ez már közel négyszeres átméretezés, itt már azért nem várhatunk annyira jó eredményt. Persze itt ezeken lehet módosítani, és akkor meg lehet nézni, hogy mi az, amivel számunkra megfelelőbb eredményt kapunk. Ezekkel lehet kísérletezgetni. Itt a haladó beállításokban a minőséget ezt át tudjuk állítani, viszont ilyenkor tovább tart a keletkező képnek a kiszámítása. Valamint itt a JPG képek, amikor elmentjük, akkor a minőséget be tudjuk állítani, illetve az átmenetek, a színátmenetek minősége. Tehát például itt van egy ilyen színátmenet, amikor a halvány zöldből megy át a sötét zöldbe. Ezt, hogyha átállítjuk, akkor azok jobb minőségek lesznek, de bizonyos részletek eltűnhetnek, illetve a szélek azok életlenebbé válnak, ami nem feltétlenül jó. Hát igazából ezekkel a beállításokkal kell kísérletezgetni, de hát azért négyszeres nagyításon, átméretezésen konkrétan, ott azért már nem várhatunk olyan rettentő jó eredményt. Még ez a kétszeres, ez még úgy igen, ez még úgy elfogadhatónak mondható. Ebben az esetben még egészen szépen megoldja, de mondom, ezekkel a beállításokkal lehet kísérletezni. És akkor nézzünk meg egy egészen kisméretű és hát elég rossz minőségű képet. Ha ráhúzzuk erre, akkor itt rákérdez, hogy szeretnénk az aktuális beállításokat megtartani. Igen, és akkor ezekkel a beállításokkal indulunk. Ugyanúgy vagy belegörgetünk, vagy pedig itt átírjuk konkrétan, de hát a görgetésre ezt könnyen meg lehet oldani. Nézzünk egy kétszeres átméretezést. Hát igen, látható, hogy a szélek azok már eléggé csúnyák lettek, de amúgy az eredeti kép most annyira ugyan nem látszik, de az eredeti kép is ilyen, hát eléggé csúnya minőségű. Túlságosan tömörített ez a kép a minőség rovására, amit aztán jobban ki is ütközik. Mert amúgy alapvetően egész jól megoldaná, csak itt a széleknél egy csúnya. Ezeket el lehet tüntetni ennek az értéknek a módosításával. Itt azért most már szebbek az élek, kezdenek eltűnni. Ugyanakkor a képünk egyes részletei is eltűnnek. Mert látható. Amúgy, hogyha a balegeret nyomva tartjuk rajta, akkor kapunk egy ilyen nem finomított előnézetet, és hát meg tudjuk nézni, hogy ilyesmi lenne, viszont hogyha ezen finomítunk, akkor ez lesz. Hát igen, ettől már tényleg ilyen egészen rajzolt hatást kap, mert kiemeli az éleket. Viszont ezáltal látható, hogy a részletek azok úgy visszajönnek a képen. Hát igazából itt is én úgy el kell kísérletezni, és ha végeztünk, akkor szép. Megadunk egy helyet, hogy hova szeretnénk elmenteni valamilyen néven, és akkor itt tudjuk választani a file típusát. Lehetőség szerint PNG-ben azért érdemes menteni, mert további minőségromlás nem következik be, mint a JPG esetén, de a PNG meg jóval nagyobb méretű lesz file méretben, tehát a kilobájban mért méret tekintetében. Mind a kettőt meg lehet nézni. Igazából ez a kettő, ami úgy valójában szóba jöhet a legtöbb esetben, a JPG vagy PNG. Mi választjuk is. Aztán beállítjuk, hogy hova szeretnénk elmenteni, és mentés. Ennyi. Close. Ezzel végeztünk. File open-nel meg tudunk nyitni egy új képet, vagy pedig ide kattintva. File open, és akkor megnyithatunk egy új képet, vagy itt van az open egyébként a gomb is. Vagy csak szimplán ráhúzunk egy másik képet, és ennyi igazából. Ezt is elkezdhetjük átméretezni. Ugyanúgy az értékeket lehet módosítani, végeztünk, akkor mentés.